adni szárítszerű gyártáshoz, akkor pedig a színes és vaskolászat így alapú kombinálta az első világháború végéig. Az első világháború után a összeomlás következtében lőszermegrendelés és a különböző szabályozatok. Tehát egy gyártatok mindig lőszer, mindig nagyon kapcsolatban tartnak a hadműminisztériumban. És a két háború között a közös életi cégek tömegének gyártására is átmentek. Közben ideértünk Budapokit, köszönöm szépen. Ez a Leányka utcai lakóterep, itt pedig a Tétényi fennsíkon a Budapoki része. Mióta én vészkőn, én legalábbis látom, önök nem mindenhol. Most Budapokot a főbányászat dobta föl, és ez Csepelnek is nagyon használt. Ugye tetszenek tudni a filoszféráink, gerjétenyén is kitűnő szőlőpont és bortermet, és Budapokon is. Na most a követ kibányázták és eladták, ebből épültek a gyermekes épületek, mert elég elad a mészkő, de azok pedig boros pincérek használatok voltak, csak a Törni nyitotta meg az első magyar festőgyárat, ahol annyi esze volt, hogy hozott egy francia panikulán szóát, és akkor kezdett el tudni festőt gyártani, és akkor a család itt vezette meg a lábát, a Törni kastély följebb van. Ez a balkabarázat. Pincék kilométerjei vannak a föld alatt, és följebb van a törlei kripta is. A kastélyból egy időben tűzött, hogy egy kis bűnőt nem lehet.